A Honda ebben az évben azzal kedveskedik a Honda tulajdonosoknak, hogy egy nagyon kedvező áru vezetéstechnikai tréningen vehetnek részt a Honda Safety Hungary-nél, mégpedig ezekkel a Honda CL500-as motorokkal. Most, mint ideiglenes Honda CL500 tulajdonos, én is lehetőséget kaptam rá, hogy részt vegyek ezen a tréningen, úgyhogy itt vagyok most, szombat van, június 15-e, és reggel 3:49, hamarosan kezdődik az elméleti oktatás, és utána pedig ezekkel a motorokkal fogunk tréningezni. Ugyanolyan, mint ami nekem van, csak fel vannak bukócsövezve, úgyhogy nem a saját motorommal fogok menni. Még egy ilyen kis hozzávetőleges adat, hogy a kérdés az, hogy szerintetek az autósok a hibások, vagy a motorosok? És is. És is mindenki. Attól függ, hogy kocsit vannak. Ugye, már jön a logika. Egyébként elárulom, hogy 70%-ban a motoros. Jó? Tehát akármennyire az autóst hibáztatjuk. És lehet egy nagyon elemésző kis példákat hozni, hogy te egy pontból tudsz távolságot mérni, például egy motor esetében, ugye van egy lámpák, meg tudjuk ezt határozni. Műszaki dolgunk, hogy ez egy célszerű minden indulás előtt ellenőriznünk. Mik azok, amiket ellenőrzök egy motoron indulás előtt? Öt alapvető dolog van. Fék. Gumi. Világítás. Világítás. Rendszám. Az elektromos rendszám. 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 Nagyon helyes. Gumi. És maradt még egy. Gumi. Az már volt. Olajszintek. Olajszintek, így van, folyadék olajszintek, jó? Ezeket minimum megcsinálja az ember, ugye, mert elindulsz, és akkor elfelejtettem, nincsen olaj a motoromban, tök jó, nem örülnek. Jó, tehát ilyen alapvető dolgokat szerintem ne felejtsünk el. Innentől kezdve nyilván ellenőrzi az ember azt is, hogy a teleszkópon például mit figyelünk? Nincs olajfolyás, ugye? Még mit csinálok az első futóművel, hogy ellenőrizni tudjak, hogy az épp működik-e, vagy valami hibája van, azt onnan észlele. Kotyog, ugye? Valami nem stimmel, na akkor ne is indulj el. Jó? Tehát, hogy ilyeneket próbáljunk meg mellőzni. Lánccal mi a teendő? Feszességet ellenőrző. Feszességet, hogy mi határozza meg? Hát leírásban megvan minden motorhoz szerintem. Nagyon helyes, jó? Így van. Tehát leírásban minden motor függvénye az, hogy neked mekkora az a feszesség. Az célszerű mindig ellenőrizni. Olajzás, kenés, az akkor mit csinál? Mikor kell kenni? Láncot. 400 km. 500, nem? Eső után mindenképp szerintem, hogyha ugye nedvesség érte, akkor célszerű átkenni, de egyébként a száraz. Honnan tudod, hogy száraz egy lánc? Hátul megnézed a láncokat, ugye a csapok szerkezetét. Megnézed, hogy csillog, villog, és látod a tükörképedben, akkor meg fogod kenni. Ez megint csak a felhasználás kérdése. Téped a gázt, akkor elég hamar fog az elfogyni, ha meg kevésbé téped a gáz, akkor marad rajta kenőanyag, ugye? De nagyon fújkálhatod, de mi fog történni vele, hogy te nagyon fújkálod, mikor használódik el a lánc? Kopás vagy nyúlás esetén? Nyúlás. Nyúlás meghatározó a fújással? Nem. Jó? Tehát azért mondom, hogy ezek ilyen alapvető dolgok, és nem az, hogy azt mondták, hogy tankolások. Tehát jó, csak te fölösleges. De inkább megfogom és mindig ellenőrzöm ezeket a dolgokat. Fékekkel például, hát mi a teendő? Viszont a szervizbe is, akkor majd ott eldöntik, hogy csere vagy. Ugye? Részszerű ezeket is figyel. Fékfolyadékszint. Az mit árul el a fékfolyadékszint? Kopásokat, így van. Nyilván, hogyha folyik orrány száján, akkor az nem jó jel. De hogyha látod, hogy nyilván csökken a szint, az a fékbetét árulkodó jele, hogy azért élik ránézni, hogy mi van. Jó? Tehát ugye ez is megint egy alapvető dolog. Azt tudjátok, hogy mély lyukacsos egy tárcs? Hűtés miatt. Nem, hogy jobban. Nem. Koptassa a pofákat. Így van, koptatja a fék pofákat, ugye? Ez a kis lukacs, az egy érdes felület, és azt rakja neked a friss kopó réteget, és azért nem célszerű ilyen arany, meg ezüst felnit venni, mert tuti biztos, hogy azt majd takarítod minden nap. Jó, mert az a fékpor az oda fog kiülni. Ugye ezekben a lukacsokba beleül a fékpor, és menet hatására az távozik onnan. Tehát ugye ez az elsődleges. Ugye? Úgyhogy az nem a hűtés feltétlen, és nem azért lett ez így kitalálva, mert vannak teli tárcsák például, és az csak be van vágva neked.
Jó? Oké. Okay. Szerintem több mindent így nagyon nem kell elmondanom. Nyilván gázkarokat ellenőrzöd, ugye? Hogy ez mindig visszaálljon. Nem jó az, hogy a behúzva marad szerintem. Valakinek van elektronikus gázkarja? Nincs. Oké. Okay. Akkor nektek mi a különbség a Bogdaneshez képest? Mi a kettő köztük? Egy vezeték. Így van, egy vezeték, meg még. Ugye a Bogdanes az mindig holtjátékot jelent. Miért van nekünk holtjáték, vagy egy gázkarja? Ez miért adó? Az elektromosnál ki tudod szedni, egyébként ott be tudod állítani magad. De ez miért van? Ülik a Bogdaneshez. Ugye forgatnám a kormányt, ezt meg akarod szüntetni, nehogy már legyen. Elforgatod a kormányt, azt adja a gázt. Elég kellemetlen egy kanyarba. Jó? Tehát ezért is odafigyelünk, hogy az is meg legyen. Jó? Elektromosnál meg te beállítod magadnak, amire szeretnél egyébként meg. Tényleg? Igen. Durva, mi? Motorolaját azt még kocsész. Van egy gyártékünk. Így van, van egy gyártói előírás. Nyilván, ha újat veszel, akkor amúgy is vinned kell ezres meg egyebek. De hogyha nincsen ilyen, hogy garanciális, vagy bármi, akkor megfogod, és igazából mi azt szoktuk tanácsolni, hogy 7000 km az az, ami után már cserélem a motorolajat. Ha általában a szerviz füzetben, meg mindenhol azt látod, hogy egy 10.000 km ki fogja bírni, de ugye inkább óvom a rendszert, és ő is meg fogja hálálni. Így ilyen 6-7.000 km után bőven elegendő lecserélni, és az teljesen. Így reális és teljesen normális dolog. Jó, úgyhogy ezekre is tessék odafigyelni, a hűtőfolyadékot, azt is természetesen, ugye nem csak vízzel töltögetem vissza, hogy jó lesz az, jó, hanem nem véletlenül kell adni a kenőanyag. Jó, úgyhogy arra is tessék odafigyelni. Igazából az a lényeg, hogy ugye íveket keresel a motoron, nem átlókat. Minél közelebb, mint a bójához, akkor sajnos átló lesz. A motor hogy szeret közlekedni? Egyenesen, vagy inkább ívesen? Ívesen. Ívesen. Jó, tehát a fordulunk, akkor íveket. Egyenesen akar menni a motor. Egyenesen akar menni, de amikor fordulni akarunk vele, ugye, akkor íveket keresek, nem pedig az átlókat. Jó? Tehát ez erre fog rávezetni téged, hogy íveket keresünk, íven fordulunk a motorra. Mivel fogom tudni segíteni a motort a fordulóba? Kormánnyal? Nagyon jó, és mivel még? Mivel tudsz hozzányúlni, hogy pontos legyen? Hátsó fék, így van. Tehát nyitjuk a gáz, pici hátsó fék szabályzás. Ugye? A fordulóban. Nem végig stabilan állsz rajta. Pici apró jelzéseket teszel. Tekintetem hol van? Na hova akarok menni? A következő búj. Ha nem kanyarokról beszélgetünk, ja, hanem ívváltásról, akkor mit csinálunk? Következő íve. Nézd a pálya végén. Ugye? Mert te azzal foglalkozol, hogy hogyan tudom az előttem lévő autót kikerülni, és két autóval előrébb a banyatankkal megérkezik az öreg lány. Mit csinálsz? Csattad. Ne? Nem fogod látni. Tervezek. Megfogom, tervezek, a fegyférjámra hagyom azt az egészet. Köszönöm. De pálya végén akarok elfordulni, ott van az első kanyarod, nem? Akkor oda fogok nézni. Jó? Tehát tessék szépen a pálya végét nézni, periféria dolgot, szépen íveket keresve, megfogom és íveket váltok. Okés? Nyitom, csukom a gázpicsi hátsó fél szabályzás, már megmutatja nekünk a feladatot, és utána ti közlekedtek innentől kezdve. Gázt, engedem a motoromat fordulni, és van egy pici hátsó fékszabályzás. Jó, lazán tartjuk a karokat, felső tegyük, arra van. Sose sikert. Ezért kezel. És nyitom, csukom magát. Oké? Okay. Követési távolság 5-6 bójás, hagyjál az előtted lévőhöz képest, és lehet indulni.
érni, lehet, hogy a cső le fog érni, attól ne féljél, mert nem csak hangot ad. Ott jó, hát a szorít comba. Érezz arra rá, hogy a combunk dolgozik. A motorozás minden manőverének az alapja a szlalomozás, ezért az első feladat az a szlalom volt, majd az eltolt szlalom, és mindezt természetesen gázadással, egyes sebességben, és hát nem volt nagyon egyszerű, úgy éreztem, hogy elfelejtettem motorozni, viszont abszolút hozzátesz majd a CL500-zal való motorozási élményemhez, mert egyébként pont ez a problémám a CL500-zal, hogy nagyon rángat állandóan, de ezek szerint rosszul kezelem a gázt. Szóval reméljük a nap végére ez is megoldódik majd. A kislányom nem fog állandóan lefejelni a hátsó ülésről. Ráérek ugye, úgymond szabályzom, az is megvan, és van a tekintet. Ez nincs meg. Az de helyek ezzel megvolt, de nem volt meg sokszor, de ha megvolt, akkor érdekes módon, hogy egy elfordul a motor. Minél jobban szűkített be, nem akar elfordulni. Jó? Na ezeket fogjuk most összetenni. Lesz egy kívülkörzés. Ott fogunk haladni, majd utána bemegyünk a két bója közé, ott szűkítjük a köd. Az direkt azért megyünk a két bója közé, hogy a kis agyadat minél jobban összezavarja. Ugye mindenhol bója, úristen, rengeteg.
bója lesz, amivel lehet foglalkozni, de nem ez lesz a cél, hanem ott is, ugye, vizem a tekintet. Menjünk fel egy kicsit a Mátrába, vagy akkor maradjunk a közúton. Hogyha én azt mondom, hogy belátható egy kanyar oda, hova kéne nézni? Egy belátható kanyarnál. Hova kéne kijövőknek? A kijáratát fogod nézni. És ha nem belátható egy kanyar? Legtávolabbi pontjára. Ha meddig belátod? Ha meddig belátod, ahhoz mit állítasz be? Legtávolabbi pontjára. Mit állítasz ahhoz a belátható ponthoz? Közúton tudunk ideális híven motorozni. Dehogy? Egy sokkal szélesebb. Délben volt egy ebédszünetünk, most túl vagyunk rajta, és így 3/4-ig pihenő. Úgyhogy most kezdődik a délutáni menet, még van 3 óránk. Fészfékezést hogyan építjük föl? Jön a vízszituáció, mit kell csinálni? Előttem a macskát. Hát megyünk rajta. Meg kell húzni a fékhalt először. Nagyon jó, de előtte mit csinálsz? Előtte mit fogsz csinálni? Sikítok. Nyilván sikít, az vagy csukod a szemedet. Leugrok a motorra. Eldőlök a motorra, nem. Mit csinálsz, mi az a mozzat? Hány fék van a motorra? Elcsukom a gázt. Kettő. Ne szívasd meg. Motorfék. Ja, motorfék. Három. Igaz? Három. Na hát akkor legyen három. Hát akkor mit akarsz, hogy motorfék jöjjön, akkor mit fogsz csinálni? Hát elveszed a gázt. Nem? Elcsukom a gázt, az az első. Utána mit csinálsz? Hátsó fék. Utána? Első fék. És a kuplunkat mikor húzod be? Amikor lefullad. Mielőtt lefulladnál, fullad. Mielőtt lefulladnál, de ha lefulladsz, az gáz. Szerintem az egy tök jó dolog. Nem? Hát de megállt. Azért, mert megállt.
Ennyi. Tehát, hogy az, hogy te lefulladsz, az nem gáz. Ugye? Mert amikor vészfékez, az a legelső, hogy vészfékeztem, beúzom a kuplungot, azért vissza tudjak váltani, aztán menjek is el, nem? Hát nem, mert amikor valaki vészfékezett valójában, amikor megálltál és félrehúzottál 5 percig, így dorombolt a szíved, és így gondolkoztál, hogy nem döglöttem meg. Ilyen nem volt még senkinek. Na akkor nem, nem vészfékeztetek, jó? A vészfékezel nem az összes első, hogy visszaváltod azt a váltókat, és akkor menjünk tovább, hanem az, hogy álljunk csak félre. Na így fogsz remegni, hogy azt a rohadt életet, hogy mi történt. Jó? Tehát nyugodtan fulladj le. Soha nem hiba. Mikor fullad le egy motor? Magasabb fokozatban van, mint melyik, mi a fordulat mikor? Amikor a legalacsonyabb, igaz? Tehát nem fog csinálni neked, hogy 60-nál ő úgy dönt, hogy lefullad. Az akkor fog lefulladni, amikor már olyan alacsony tartományban van, hogy köszönjük szépen. Hát ha behúzod a kuplungot előbb, akkor mi fog történni? Megcsúszik, mert nincs fizika. Igen? Motorfék? Nulla. Ugye? Hát ezt az inkább nem akarjuk. Tehát, hogy azt akarjuk, hogy az erők dolgozzanak, akkor nem kuplungozok. Leges legvégén. Ezért nincs kinn az ujjad. Délután 3-ban szombat, és most végeztünk a Honda tréninggel. Kellemesen elfáradtunk. Mostanra kb. Úgy érzem, hogy nem tudok motorozni már egyáltalán, és még haza kell motoroznom a Honda CL500-zal, ami egy ugyanilyen motor, mint amivel egész nap motoroztunk. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkold, és kövess be! Sziasztok!